Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás augusztus 6-án. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Erre most kivetem a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy mit közöl veletek. Milyen lépéseket tesz irányotokba? Ehhez jön egy napi kártya a csokis kártyacsomagból. Az első kérdés az volt, hogy mire gondol, mik a tervei, ez a kép adja meg rá a választ. A 8-as szám arra utal, hogy itt van egy húzavona, és ezt ő be akarja fejezni, mert keres egy kiutat. Ő arra vár, hogy ti mutassátok ezt az irányt, hol van itt kiút. A második kérdés pedig az volt, hogy milyenek az ő érzelmei, erre megadja ez a kártya a választ. Ez a halál. Előfordulhat, hogy van haláleset a családban, és ő most szomorú emiatt. De ennek a kártyának szimbolikus jelentése van, mégpedig az, hogy ő valamit befejez. Irányt változtat. A harmadik kérdés pedig az volt, hogy mit közöl veletek. Justícia jelenik meg itt ezen a kártyán. Ez lehet egy bírósági ügy. Ha ő még nős, akkor előfordulhat, hogy ő lezárja ezt a házasságot, és bíróságra kerül az ügy. Ez a kép mutathat mást is, mégpedig a belső egyensúlyt és döntéseket. Ő most fontos döntéseket fog hozni, lezár valamit véglegesen, itt nincs visszaút, és követ benneteket. Mindegy, hogy ti milyen irányba mozogtok, ő jönni fog. A napi kártya, ez a csokis kártya, azt jelenti, csináljuk most magunk a dolgokat. Nem kell most közös jövőt tervezni, nem kell ezt említeni, hanem menjetek egy úton, a saját utatokon, mert ő követni fog benneteket, és akkor lesz egy találkozás, vagy beszélgetés, új tervek, de ez nem a mai napon fog megtörténni, hanem kell, hogy kicsit türelmesek legyetek, amíg ő mindent lezárt, és amíg közli veletek, hogy ő most egy fontos döntést hozott. Az lehet, hogy ezt ő említi, hogy ő lezárt valamit, de egy közös jövő tervezését még nem akarja tisztázni, ehhez neki még idő kell. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást,
természetesen áll néven, a díjam 3500 forint. Asztrológiával kiegészítve 8500. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!